Robi alapból egy óriás. Igen, úgyhogy rajtam annyit nem kell majd nagyítani. Az áprilisi Budapesten rendezendő Judo EB média kampányának forgatása, amint azt látjuk is, meglehetősen oldott légkörben zajlott. A versenyzők a fárasztó nap akadályait óriásokhoz méltó hősiességgel vették, sőt, nevetés és cukkolás hangjai töltötték be a több mint 40 fős táptolnyűsgő hatalmas hangárt. Promóciós klip lesz, így fő címe lesz magának az Európa bajnokságnak, és a koncepció az az, hogy a napi hőseink a judo bajnokon. Van benne egy jó ötlet, és az nagyon tetszik. Mint egy ilyen titánok, vagy óriások mendegélnek Budapest felett, és küzdenek meg egymással. Úgynevezett slow-mos, lassított felvételi technikát használunk. Ez elsősorban azért, hogy a judósoknak a mozgását a városban, ahol ők óriásként jelennek meg, egy kicsit ilyen tehetetlenebbé, lassabbá tegyük. Majd később a Dunába dobom be tulajdonképpen a csokit. Ebből volt egy jó pár szögből felvétel. Nekem ez meg volt, Csabi, neked? Borog! Hősök terére a Városligetbe, de én mondtam, hogy akkor átdobok rajta, hogy Törökbálintig is eldobom. Nekem ez nekem, az mindegy, de ez nekem jobban tetszik. Mai nap, hogy ugye kihasználjuk itt a forgatási időt, körülbelül három dolgot csinálunk egyszerre, fotózzunk, ágylent filmeket forgatunk, verkfilmet forgatunk, ez már három plusz, maga a fő produkció, ami a promóciós filmekhez kell, meg a főcímhez. Hát olyan 40 ember dolgozik körülbelül itt. Nekem James Bondot kellett utánozni, úgyhogy remélem nem fogom azt visszalátni a tévébe, mert hát nem tudom. Tarolni fogja így egész Budapestet, így a lábával, amúgy is. Megeszem a Lánchidat, meg jártam. Megeszem a Lánchidat. Nem, hát én ezeket az átlépős jelenteket csináltam. Úgy hívjuk, hogy egy green screen felvétel. Mondták, hogy képzeljünk oda egy épületet, vagy kicsit nagyobbat lépjünk. Hát nem tudom, hogy azért nem vagyunk óriások itt Budapesten, meg Magyarországon. Én azt ugrottam. Ezeket a felvételeket implantáljuk majd be olyan speciális trükkel felvett városi felvételekbe, hogy a kettőt a grafika össze fogja tenni, akkor a néző azt fogja tapasztalni, hogy tényleg titánok járkálnak Budapesten a házad fölött. Digitális utómunkaért felelek, és azért fontos, hogy itt legyek, hogy lássuk a beállításokat, ugye a satokon, hogy mi hova kerül, vagy hova esik. A versenyzők nagyon profik már, tehát félszavakból is megértjük egymást. Itt valóban az a nehéz, hogy egy filmes szakember elképzel egy jelenetet, és nekünk ezt alá kell támasztani. Hát érdekes volt, de igyekeztünk oda képzelni valamilyen ellenfelet, és így azt hiszem, hogy egész jó fényképek sikerültek. Az emberek tudják, hogy milyen híres ez a judo, mint sport. Nagyon jók voltak a magyarok az olimpián is judóba, úgyhogy én szerintem ez nagyon jó ötlet volt. Merjünk nagyot álmodni, és mi nagyot álmodtunk, és azt mondtuk, hogy itt az idő, van egy olyan csapatunk, akivel el tudjuk kényeztetni lehetőség szerint a magyar közönséget is. Erre az időpontra időzítettük, hogy terveztük azt, és reméltük, hogy lesz egy sikeres olimpiai szereplés, és azt utána következő évben mi rendezzük meg az Európa-bajnokságot, ami gyakorlatilag az egész 4 éves olimpiai felkészülésnek a nyitányát adja meg. A nyitány pedig hangosnak és tetszetősnek ígérkezik. Csak győzzük kivárni. 2013. április Judo Európa-bajnoksága Paplászló Sportarénában. Hősökkel, óriásokkal és velünk.